Túsik István és Lados Miklós klarinét és zongora koncertjével indult az ünnepség. A két művész játékát követően a zeneiskola korábbi igazgatója, Miklovics László idézte fel Szepesi Györggyel közös történeteit, majd a jelenlegi intézményvezető, Gulyás László méltatta a kiváló zenepedagógus életművét. A legfőbb dolognak azt tartom az ő munkásságában azon kívül, hogy megemelte a növendéklétszámot, rengeteg új hangszert szerezte be, új tanszakokat indított be, hogy létrehozta nyugdíjasként a zeneoktatásért alapítványt saját befizetéssel, ami azóta is kiválóan működik, és hát az alapítvány az rettentően fontos a mai világban, hiszen nagyon komoly forrás hiány van, és hát ezt ebből a alapítványi pénzekből tudjuk pótolni hangszerbeszerzéseket, gyerekeknek a utaztatását, a versenyeztetését, jutalmazását, természetesen a tehetséges gyerekeknek a jutalmazását. Szepesi György közel 40 évig dolgozott a Farkas Ferenc zeneiskolában, előbb tanárként, majd igazgatóként is. Alapító tagja volt az Egri Szimfonikus Zenekarnak, jazz kvartettjével bejárta Európát. A róla elnevezett terem ötletének özvegye Szepesi Györgyné is örült. Hallatlan kötődése volt neki is a tanítványaihoz, és azt hiszem, a tanítványoknak is ő hozzá. A terem avató ünnepségét Farkas Antal zongorajátéka zárta. Szepesi György igazi közéleti személyiség volt, melyet számos országos és városi díjjal ismertek el, megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskereszt kitüntetését. A művész 2015-ben hunyt el.